Megérkezett a jövő az igazságszolgáltatásba is, hangzott el a győri törvényszéken. Itt mutatták be ugyanis azokat az eszközöket, amelyek arra hivatottak, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegyék a bírósági eljárásokat. Teljes körű a változás, hiszen polgári perrendtartásokba, büntetőjárásokba most már általánossá vált a nem papíralapú ügyintézés, tehát digitális aktáink vannak, e-aktáink úgy hívjuk, és az annyiba könnyebbséget jelent, hogy a bírók és a bíróságok, ami rátartozik, tértés időtől függetlenül meg tudják nézni egymás aktáit, egymás adatait, de ez nem csak erre tehet ki, az ügyfélre is. Ügyfélnek, hogyha van egy speciális kódja, otthonról meg tudja nézni a saját aktáját. Az egyik leghasznosabb újítás a távmeghallgatás lehetősége, hiszen mostantól nincs szüksége arra, hogy egy tanú egy más városból utazzon el a tárgyalás színhelyére, hanem akár több ezer kilométerről is megteheti vallomását. Ehhez speciális kamerákkal és hálózattal felszerelt tanácstermeket alakítottak ki, a hálózat pedig egyre nagyobbra bővül. A modern eszközök használata valamennyi munkáját megkönnyíti, és lehetőséget ad a bíráknak, hogy próbáljanak a változó világban lépést tartani a technikai fejlődéssel, hiszen nem csak lekövetjük kell, hanem együtt kell haladni a fejlődéssel, vagy még akár irányt is kell nekünk ebben mutatni. Elhangzott az is, végeztek kísérleteket arra, hogy gépek döntéseket hozzanak bizonyos ügyekben, és ezek az esetek mintegy 80%-ában meg is egyeztek a valós ítélettel. Ez azonban a jövőben digitalizáció ide vagy oda biztosan nem lesz bevett gyakorlat. A gépek alkalmasak arra, hogy adatokat összesítsenek, áttekintsenek akár szobányi méretű nyomozatiratokban, megtalálják pillanatok alatt azt az egy szót, amire az emberek segítségével csak folyamatosan továbbítunk, és rövidebb idő alatt fogunk tudni megtalálni valamit, egy hatalmas anyagban, amikor arra szükség van, de döntést a gépek az ember helyett bizonyosan nem fognak a jövőben sem. A bíróságok digitális fejlesztéséről egyébként 2017-ben született határozat, a rendszer teljes kiépítése pedig várhatóan jövőre fejeződik be.